Tears. A döntő június 9-én a Kobuci Kertben kerül megrendezésre. Az első zsűritag, akit mondanánk, szerintem László G. Gerzson, a Music Channel zenei és programigazgatója lesz. Illetve zsűritag még Andrásik Remó, a Hanosz főtitkára, és Süli András, a Campus Fesztivál programigazgatója. Ezen kívül pedig Varnus Zsuzsa, zenész és hangszerelő. Amit mi játszunk, ez a progresszív rock, ez egy elég réteg stílus, tehát viszonylag kevés hely van, ahol meg tudunk jelenni médiában, nyilvánosság előtt bárhol. És nagyon örültünk, hogy ez egy olyan fesztivál, ahol nyitottak erre a réteg stílusra is, mert hogy azt gondolják, hogy ez ugyanúgy lehet minőségi, mint bármilyen másik, amit egyébként gyakran lehet hallani. Úgyhogy ezért is tetszett nagyon, és ezért is jöttünk erre a fordulóra is, mert hogy szeretnénk ezt a prog-rock dolgot belevinni a köztudatba kicsit jobban. Ez az újra kezdtük a dalokat írni, egy más koncepcióval, más hangszereléssel, és szerettük volna ezt megmutatni most is. Nagyon, nagyon hálásak vagyunk, hogy egy ilyen tehetségkutatón megmutathatjuk. Az első szánypróbálgatásainkat kicsit professzionálisabb szinten. Termékenyebbek vagyunk, sokkal átgondoltabbak, sokkal inkább tudjuk, hogy mi az az irány, mi az a cél, ami felé megyünk. És nincsenek ilyen mellékágak. Vannak, de már nem olyan sok a felesleges kör, hanem egy célért küzdünk, és most már ez az irány. Régebben még más volt a koncepció meg az összetétele a zenekarnak, és most kisebb-nagyobb változtatásokkal, talán úgy, mint a babámnál megtörténtek tagcserék. Az első számból is ki lehetett venni azt, hogy egy kicsit ilyen elektromosabb pop irányba indultunk akkor, viszont most az új fiúknak hála egy kicsit rockosabb, egy kicsit életre valóbb stílus lesz, ami majd lesz ilyen pop-rock. Csak én szerettük volna ezt színpadra vinni és megmutatni másoknak, amit majd remélem a többiekkel együtt sikerülni fog. Az, hogy a zsűri ilyen vegyes összetételű, hogy nem csak zenész van, vagy csak média szakember, vagy csak, mit tudom én, menedzsment tagja, vagy ilyesmi, hanem hogy ez vegyes, ez nagyon sokat tud adni a zenekaroknak, hogyha valóban halandóak jó tanácssal ellátni, hogy figyelj, nem lesz ez rossz, de még ez, meg ez, meg ez kéne. Ez mindenkinek hasznos szerintem, profiknak is, meg indulóknak is. Szerintem ez egy nagyon jó lehetőség arra, hogy a zenekarok a saját kis hallgatóságukat megtalálják, vagy új embereket, akik szeretik ezt a zenét, amit ők csinálnak, és talán azoknak az embereknek is, akik eljönnek, tekintve, hogy ingyenes amúgy a belépés, megtalálják azokat a zenekarokat, akik lehet, hogy újak lesznek számukra, és sokkal többet adnak, mint azok, akiket eddig hallgattak.